A zsúfolásig megtelt Ady Endre művelődési házban igazi ünnepi hangulat volt. A szokásos csodaváró karácsonyi ünnepség Hajnal Melinda Pánsík művész előadásával kezdődött, amit a polgármester köszöntője követett. Földi Csaba elmondta, hogy karácsond a következő időszakban is fejlődni fog, amit a nyertes pályázatok is bizonyítanak. A jövőben megvalósuló fejlesztések, beruházások bizonyára nagy lökést adnak majd a település további fejlődéséhez, fellendüléséhez, és emelni fogják az itt élő komfortérzetét. Kérem, engedjék meg, hogy ismét külön köszönetemet fejezzem ki Szabó Zsolt államtitkár úrnak, térségünk országgyűlési képviselőinek karácsony fejlődése és fejlesztése érdekében folyamatosan kiemelkedő tevékenységét. Köszönöm, hogy mindig figyelemmel kíséri településünket, és a jövőben is figyelni fogja, aktívan segíti településünk fejlődését. A polgármester beszédében a település elmúlt évét összegezte, majd kitért a jövőbeni tervekre is, melyben többek között szerepel a kántoriskola, a szociális otthon, valamint a polgármesteri hivatal felújítása, de a gesztenyéskerti napközi otthonos óvoda bővítése is már napirenden van. Ünnep volt az ünnepben, hogy az önkormányzat a község érdekében több éven át keresztül kiemelkedő munkát végző személyeknek karácsont községért kitüntetést adományozott. Idén ezt az emlékérmet Harkó Otto és Szalai Zoltán polgárőrök nyerték. Valamint kiosztásra került az, aki soha nem adja fel díj, amit Dobos Réka vehetett át, aki akaraterőből és kitartásból mutat példát embertársainak.